Hello! Neked is tetszik, köszi, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Ez itt a P-oldal, az A38 és a Bookline-nak a közös programsorozata, ami egész nyáron fut, úgyhogy gyertek az összesre, ez 2 hetente van, egészen a szeptember 11-ig. És hát mai alkalommal úgy néz ki, hogy egy etap zenére, és utána most beszélgettünk egy könyvről, ami kifejezetten Nick Hornby-nak a Popcsajok, stb. És utána pedig majd zenész még egyet. Laci, én azt olvastam rólad neten, hogy te az adaptációval kezdted. Te valamikor tiniként, vagy talán nem tudom, tizenpár évesen elolvastad a, bocsánat, megnézted a filmet, nem tetszett. Aztán megnézted még egyszer, tetszett, és egyből kezdetben fogtad a könyvet? Igen, azt hiszem, hogy ilyen 18-9 éves volt, amikor másodjára láttam, és akkor már nagyon tetszett. És akkor utána olvastam meg közvetlenül a könyvet, ami akkor már megint nagyon tetszett. De egyébként nem ez volt az első Nick Hornby, amit olvastam, mert én még nagyon-nagyon fiatalon, pont anyukám, aki itt van egyébként, ő vette meg nekem az Egy fiú című könyvet. Ez olyan 2002 tájéken lehetett, és azt hiszem, hogy akkoriban jött ki a film. De lehet, hogy ez egy picit korábban van, lehet, hogy valakinek van ilyen lexikonszerű tudása, és tudja, hogy mikor a film, de valamikor akkor ő olvastam, és azokban az nagyon-nagyon szerettem azt a könyvet. Majd ez a nirvánás dolog is meg onnan jön. Amit majd gondoltam, hogy megemlítek. Utána még szerintem olvastam a focinázat, de valamire Popcsajok, stb. Ezt soha nem jutottam el. Úgyhogy igen, aztán az ilyen 19-20 évesen találkoztam ezzel először. Milyen volt akkor olvasni? És ez a kérdés mindenki értse, légy egy kicsit, hogy közérthető legyen, ismertesítse a történetet a közönséggel. Majd légy szíves, mondd el, hogy milyen volt most újra olvasni. Hát igazából eléggé szűkös maga a cselekmény, mert tulajdonképpen arról szól, hogy van egy lemezboltos fickó, aki szakít hosszú évek után a barátnőjével, és hát ő szeretne hozzá visszamenni, de úgy tűnik sokáig, hogy a lány nem annyira szeretné, hogy ez megtörténjen, aztán pedig ilyen különböző kalandos útokon újra találkozik az ő kapcsolatuk, hogy hogyan végződik, ezt nem mondom el, de lehet, tehát nem egy szomorú regényről van szó. Úgyhogy ez maga igazán a kerettörténet. És amikor én ezt először olvastam, akkor éppen abban az időszakban volt, amikor a lehető legaktuálisabb volt az, hogy párkapcsolatokról olvasni. Amikor gondolkodtam, hogy mit fogok majd egyébként mondani, akkor mindig azzal voltam egy kicsit baj, hogy azért a Nick Hornby esetében így felmerül az, hogy van benne egy nagyon picit ilyen bestseller-ízű, vagy egy kicsit ilyen lektőrszerű valami, amit szerintem ő pont azért, mert egy nagyon nem klisés dolgokra jut igazából a párkapcsolatok terén, vagy akár a többi regényében más dolgok kapcsán. Szerintem az, ami egy picit azért valamennyire az irodalomnak az oldalára kiült. Most, amikor újra olvastam, akkor egy kicsit ezzel küzdöttem, hogy azért vannak benne olyan részek, tehát ahogyan például elkezdődik a regény, ami egy ötös lista a életem öt legfájdalmasabb szakítása, és nyilván a legfájdalmasabb az a 12 éves koromban csókolóztam egy lányjal kétszer, ami ugye ez már elég vicces. Tehát, hogy azért egy elég, tehát, hogy egy ilyen kicsit furcsán indul, és aztán amikor így elér oda, hogy tele kapcsolatokról és minden egyébről beszél, akkor meg már szerintem nagyon-nagyon magas színvonalú szövegtelen mondhatom így. Ezek azt hiszem, hogy 18-19 évesen nem nagyon izgattak, de most volt egy ilyen aspektusa is, hogy ez alapján is próbáltam azért nézni a szöveget. És milyen volt most újraolvasni? Melyik részével tudtál azonosulni, vagy inkább csak egy ilyen nosztalgia volt, vagy olyan, amikor tini voltam, akkor én is átéltem ezeket? Hát azt hiszem, hogy amikor az ember olvas, akkor, és mondjuk most már azért van egy pár kapcsolat az ember mögött, akkor azért vannak tanulságok, amiket leszűr belőle, hogy azt hiszem, hogy a Rob, aki a főszereplő, azért elég sok nem annyira jó húzása van. És egyébként bármennyire is például mondjuk nekem az volt nagyon furcsa most, hogy nekem nagyon szimpatikus figura volt 18-19 évesen, mert hogy így egy kicsit ezt az ilyen popzenébe szerelmes, az a legfontosabb, hogy föl tudjuk sorolni a, nem tudom, a Clash tagjait 83. februárja környékéről. Tehát, hogy akkor én is ez voltam, és azt hiszem, hogy én is kicsit furán szemléltem a világot. Ma már azt gondolom, hogy ezt egy nagyon picit magam mögött hagytam, és bár azért azt mondom, most is elég fontosnak tartom, hogy a Clash tagságát az ember bárkor fel tudja sorolni.
De hogy azért már egy picit másért látom ezeket a dolgokat, és most egy nagyon picit kevésbé volt szimpatikus a főszereplő, mert azért elég tanú dolgokat is csinál szerintem ugye a könyvben, sőt. Holmének az egyik angol kritikusa úgy fogalmazott, hogy kifejezetten férfiaknak ajánlja, és ez egy férfi könyv, férfi mű, de hogy miután a férfi olvasta, azt mindenképpen olvastassa el a barátnőjével is. De kinek ajánlanád? Hát gondolom, hogy az arról van itt szó, hogy azért valóban a férfi léleknek bizonyos értelmét meg lehet érteni ebből a könyvből, és igen, pont azért férfiaknak ajánljuk, de ajánljuk nőknek is, mert ha nem értik, hogy mit csinál a kedves párjuk, akkor szerintem sok mindent kiderül belőle, hogy miért, és valami. Hát igen, most szerintem a csak úgy van lett a hangolom, és már így értelem. Én azt gondolom, hogy én kifejezetten ilyen 15 és 30 év közé tenném szerintem a fő ajánlott. Azért mondom ezt, mert hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy már 40 évesen már kicsit már fárasztó ilyen dolgokról olvasni. Szerintem, amíg az aktuális az ember számára, az gondolom, hogy főleg a leginkább 10 évesen, de azért 20 évesen is elég sok minden tanulságot le lehet ebből szűrni. De egyébként nem egy ilyen tanmese, tehát hogy most sokszor mondom azt, hogy tanulságot leszűrni, meg ilyenek, de hogy azért nem egy... Tehát hogy valahol igazából arra megy rá, hogy ezek a gondolatok úgy vannak becsomagolva, hogy közben vannak ilyen nagyon vicces epizódok, amik ugye nagyrészt a lemezboltban történnek, és azért önmagában maga a cselekmény is azért elég fordulatos és izgalmas azért. Úgyhogy már ugye az elején mondtam valami előtt, hogy azért elég egyszerű történet, de azért a mélyekben azért van benne. Viszont. Na és mi helyzet az a névenek az Ival és Hamburg a kapcsolatával? Mi volt a kérdés? Bocsánat, nem hallottam. Nirvana, amit említettél. Ja, Nirvana. Hát ugye, említettem az Egy fiúról című könyvet, és hogy én akkor hallgattam Nirvanát. Igen, akkor összem 2001 lehetett, mert akkor estem be a Nirvanába. Én addig engem valamiért meglehetősen taszított a Nirvana, még hát szerintem előtte én főleg Beatles-t, meg Manfredman-t hallgattam. És nekem a Nirvana egy ilyen nagyon fura valami volt, amikor elolvastam a könyvet, akkor az annyira megtetszett. Megkértem a Jenei Bence nevű barátomat, hogy másolja le a Nevermind című lemezüket, mert tudtam, hogy ő nagyon szereti. És akkor ez meg is történt, és szerintem a második hallgatáson már tudtam kívülről a számokat, meg a dalomat, tehát hogy ez tulajdonképpen Nick Hornby-nak köszönhető. És ugye aztán a Nirvana meg elindított egy olyan úton, ami... De persze jó, amikor a Limp Bizkit is beletartozott, ami mondjuk azért egy zsákutca. De hogy utána nagyon sok alternatív rockot tulajdonképpen a Nirvana után, vagy azon keresztül ismertem meg. Úgyhogy ez elég fontos. Szinte lehet volna olvasni, mert egy interjúban megszinte. Nem is kell az elolvasni az interjút, hogy te is igen miről táplálkozol és személyes tapasztalataikból, amikor zenét írsz, de kifejezetten úgy fogalmaztál, hogy terápiás jelleggel kezdtél el dalokat írni. Van esetleg hasonló vonatkozás könyvekben is? Úgy keresel könyvet, vagy azért olvasol kifejezetten egy könyvet, hogy segítsen az bármi? Hát, szerintem nem, viszont pont amikor a Majd lesz valahogy lemezt csináltam, és amikor azt gondoltam, hogy most a legmélyebbre fogok menni saját magamba, akkor Henry Burtől olvastam az egy Bohóc nézetei című könyvet, amit egyébként nagyon ajánlok mindenkinek, és az akkor egy kicsit ilyen terápiás jellegű olvasás volt nekem. Vannak is egyébként azt gondolatok, amik kölcsönös vannak félve a lemezen, vagy hát ilyen megváltoztatott formában, de hogyha valaki megnézi akár a Bandcampen, akár a lemezborítón, akkor van egy ilyen rovat, hogy intertextualitás, és ez arra szolgál, hogy úgy gondoltam, hogy úgy a fel, hogyha vannak gondolatok, amiket kölcsön veszek máshonnan, vagy átalakítom magam képére, akkor ezek legyenek benne. És akkor ott elég fura névsorban, tehát a trió énekesétől elkezdve Henry Böllön át Alfred Hitchcockon keresztül, nem tudom még kit lehetne mondani, tehát hogy azért elég eklektikus a névsor. De igen, akkor a helyükből ott pont az egy Bohóc nézetei miatt szerepel, és az elég fontos volt, amik idején a Majd lesz valahogynak a időszakában ez a könyv. Ezen túl olyan könyv, amiből esetleg inspirálódtál zeneileg, konkrét könyv akár, vagy akár csak mint a könyvolvasási szokások
valami visszavezethető, hogy te abban alkotál egy zenét? Ez egy jó kérdés. Egyébként valószínűleg van ilyen, csak most nem biztos, hogy kapásból fogok tudni ezt mondani, de most itt van előttem a setlist, és kétségbe esetten nézem, hogy van-e, amiről eszembe jut valami. És lehet, hogy most nem fogok erre tudni frappásot válaszolni. Semmi gond, felteszek egy sokkal könnyebb kérdést. Hogyha a te zenédet konvertálnánk egy könyvbe, na az milyen könyv lenne? Igen, valóban sokkal könnyebb, de hát egyébként én azt gondolom, hogyha mondjuk a felső tízernek a második lemezét nézzük, az például pont lehetne egy ilyen Nick Hornby könyv, tehát egy ilyen nyüglődő férfi párkapcsolatokról beszél, akkor ez nagyjából stimmel. Azt gondolom, hogy a normális élet című lemezünk, az első, az inkább valami ilyen egzisztenciális, vagy egzisztencialista gondolkodónak azért kicsit ilyen fogyasztató könyvéhez hasonlítanám. Most már készül a harmadik lemez, azt nem tudom, hogy mihez hasonlítanám, de ez biztos, hogy valami sokkal színesebb, vagy valami kevésbé ilyen magába forduló szöveget mondanék erre. De egyébként mindig az volt a célom, hogy olyan legyen a felső tízben, mint egy pikareszk regény. Hát ezt viszont elég nehéz összehozni, tehát hogy úgyhogy ez valószínűleg nem fog összejönni, de hát ki tudja. Beszéljünk most kicsit a könyvolvasási szokásaidról. Ezt a könyvet egyébként angolul vagy magyarul olvastad? Most tudom, hogy kérdezik. Én magyarul olvastam, és tulajdonképpen szinte kizárólag magyarul olvasok, viszont nagyon sokat szoktam zenéről olvasni, és mivel azért ennek a magyar nyelvű irodalom azért elég szűkös, olyankor át szoktam menni angol nyelvre. Például pont az első, vagy nem a második számot játszottam, az a No Depression című szám, az Uncle Tupelo-nak a feldolgozásában ismerős, és például most pont a Wilco énekese, aki ebben ezt az Uncle Tupelo zenekart is csinálta, neki megjelent egy önéletre, ez most nem olyan régen, csak angolul, és azt mondjuk én nem voltam angolul olvasni, de egyébként szép irodalmi szöveghez nem biztos, hogy elég lennék angolból. És egyébként klasszikus, vagy inkább digitális eszközökön szoktál olvasni? Hát ez elég változó, nagyon sokáig ellenálltam az e-olvasónak, olyannyira, hogy nekem már volt e-olvasom, de nem használtam, szerintem egy évig körülbelül semmire. Annyit csináltam, hogy még akkor egyetemista voltam, és akkor az egyetemi jegyzeteimet arra tettem át, és akkor úgy könnyű volt olvasni a villamosan. Meg a tanulmányokat ott olvastam. És akkor amikor elkezdtem ezeket a tanulmányokat ott olvasni, rájöttem, hogy egyébként egészen praktikus, és akkor szépen lassan elkezdtem használni, és ez végül is ahhoz vezetett, hogy egyre inkább áttolódott most már hangsúlyra az elolvasóhoz, bár az utóbbi pár könyvet pont papír alapon olvastam. Az volt egy nagyon fontos dolog, hogy én ezért eléggé kényszeresen vásároltam CD-ket, meg könyveket. Ez mindezt főleg egyetemistaként, most egyetemistaként eltok az embernek nincs sok pénze, úgyhogy használt CD-boltban jártam és antikváriumban jártam. És az antikváriusok előre köszöntek, amikor bementem, tehát hogy én nem nagyon mentem úgy ki antikváriumból, hogy nem vettem volna valamit. Aminek van egy nagyon jó része, az, hogy sok olyan könyv van otthon, amit majd potenciálisan egyszer el fogok olvasni. Van egy rossz része is, mint szerint, hogy most nem nagyon férek el a könyvektől és a CD-től otthon. És hogy azért nagyon sokat nem olvastam belőle, úgyhogy, de most már nem vagyok azért annyira az antikváriumok legnagyobb fogyasztója, mint régen. Meg most már megmondom össze, hogy a CD-boltban is, ugye a lemezboltban is jóval kevesebbet látnak. Tudsz mondani egy ilyen könyvet egyébként, ami kifejezetten meghatározó volt az életedben? Vagy a szokásunkat érzni az első, de hogy amire emlékszel? Hát az első könyv az a Misi Mókus kalandjai volt, azt nagyon-nagyon szerettem. Ami igazán meghatározó volt, és ez nem egy annyira nagyon régi élmény, de ez nem tegnapi, ez egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt volt, ha jól emlékszem, az karácsonyban őtől volt a Napos Oldal, aminek egyébként idén olvastam a folytatását, ami szintén nagyon jó, bár jóval szomorú. Egyébként ez egy olyan könyv, amit nagyon szívesen mondanám azt, hogy tanítsanak például a középiskolában. Karácsonyban azért egy ilyen eléggé ilyen best kept secret a magyar irodalomban. Egy erdélyi szerző volt, és hát tulajdonképpen neki Napos Oldal volt a legnagyobb sikere, ami egy Kázmér nevű ilyen, hát egy ilyen elég bohém figurát
Egyébként kicsit olyan, tehát hogy most nem akarok ilyen hülye analógiákat mondani, de azért van köze azért annak is a popcsalók, stb. Ez csak ez a 30-as évek Erdélyében játszódik, és ott arra van szó, hogy Kázmér, ő eléggé, hát egy ilyen bohém ember, aki nem nagyon tud beleigazodni a társadalomba, és ezt eléggé sokféleképpen próbálja megcsinálni, és úgy, hogy közben gyereke születik, családja van, stb. És hát elég rosszul választ, neki is elég sok problémája van a feleségével, nyugodik kicsit a gyerekkel, de van elég jó viszonyabb, mindegy. Annak a történetese egy ilyen nagyon nagy vasszizdás, viszont a Karácsony Benőnek a stílusa az már még egészen lefegyverző, és azt gondolom, hogy a magyar irodalomban is egy ilyen nagyon-nagyon különleges és nagyon élőbeszédszerű. Említettük már a régi terápiás módszereket, és mondtad, hogy most már ez talán kevésbé van meg. Talán lehet, hogy fogalmazni, hogy könnyedebb lesz a következő album. Na, az honnan inspirálódott? Hát, ez egy érdekes kérdés. Van egy Deer Hunter nevű zenekar, akik egyébként nem sokára itt fognak játszani a hajón augusztusban, és nekik az előző lemezükhez, amit a kettővel ezelőtti Failing Frontier című lemezüknél van egy ilyen plakát, amit ők készítettek, és ilyen ott vannak, hogy miből inspirálódott ez a zenekari, nagyon különböző dolgok vannak fölírva, tehát nem tudom, ilyen idézetektől elkezdve könyvek, különböző más zenekarok, és az a tervem, hogy én is szeretnék egy ilyet csinálni most. Hát az, hogy honnan inspirálódottnak az új számok, azt most egy kicsit nehezen mondom meg, az utóbbi két-három hónapban én egészen durván ilyen folyamszerűen jönnek belőlem a szövegek, ami azért furcsa, mert hogy aki ismer, meg a zenekarom tagjai tudják, hogy azért eléggé szenvedek a szövegírással, tehát sokáig hosszan élelem magamba, nehezen jutok a végére, és aztán valahogy nagyon gyorsan befejezem. Azt nem tudom, hogy ez miért van. És most pedig az van, hogy nagyon sok hatás ér szerintem az utóbbi időben, ami valahogy így elindított bennem valamit. Hát például a zenében nagyon fontos nálam most a Randy Newman, aki ugye onnan is lehet ismerni, hogy a Toy Story-nak a zenét ő írta, de ennél sokkal fontosabb az, hogy ő neki nagyon komoly szólólemezei vannak, mert úgy értem, hogy komoly, hogy ő azért alapvetően nem gyerekzeneírással foglalkozik, hanem ő neki volt egy ilyen szóló karrierje, és például a Randy Newman abban csodálatos, hogy ő egy pillanat alatt felvesz olyan embereknek a gúnyáját, ami egyáltalán nagyon messze áll tőle. Tehát ő egy ilyen amerikai, most már nem tudom, 60-as zsidó csávó, és akkor ő simán tud egy ilyen déli embernek a szemszögébe belehelyezkedni, ebből írt egy lemezt, aminek az a címe Good Old Boys, fantasztikus lemez, és elképesztően jól tudja váltogatni nézőpontjait, és ezt szeretném most én is elérni. Hát nem tudom, hogy például a irodalomban milyen olyan dolgok vannak, amik most nagyon inspirálnak. Most például olvastam nem olyan régen a Hazai Attilának a Budapest és Kizó című regényét, amiben megvoltak a fenntartásaim, én egy kicsit többet vártam tőle, de valahogy még úgy is, hogy nem teljesen voltam elégedett a szövege, volt csomó dolog, ami arra készített, hogy arra gondolkodjak, hogy én hogyan írok. És szerintem most már ez sokkal fontosabb, mint az, hogy mondjuk, mit tudom én, egy történetet átvegyek, hanem inkább az, hogy így a saját írói, vagy hát mondom, dalszerzői könyvképemre reflektálok ezeken a szövegeken keresztül. Szép hosszúmagaló, köszönjük! Tudok ilyet. Az elején nem ütett el a szemedés szót, és ebben nem is menjünk bele, csak pont a szparvirális többször feljött. Pont a popcsalók stb.-nél volt egy nagyon fontos mondat, biztosan emlékszel, hogy vajon mi volt előbb a szenvedés, vagy a zene? Na szerinted mi volt előbb? Igen, és aztán valahogy úgy folytatódik a gondolatmenet, hogy azért hallgatunk a zenét, mert szenvedünk, vagy azért szenvedünk, mert zenét hallgatunk. Hát az biztos, hogy és egyébként itt viszont megint csak vissza tudok már saját magamra csatolni. Tehát, hogy amikor például a másik lemezünk megjelent, akkor nagyon sokszor megkérdezték tőlem, hogy amúgy minden oké. Okay. És ez fura volt nekem, mert hogy rá kellett jönnek, hogy ezek a szövegek sokkal szomorúbbak,
mint ahogy én például ezt az időszakot megéltem, de akik ismernek, azok tudják, hogy azért nem vagyok egy ilyen nagyon dúlvadaszott csávó, de hogy ezek a szövegek meg olyan, mint hogyha egy ilyen nagyon kemény lelki válságon mentem volna keresztül, ami azért túlzás. Voltak rossz pillanatok, de azért nem volt ennyire rossz a helyzet. És viszont valamiért ezek a, tehát hogy most is, hogyha mondjuk meghallgatjuk ezeket a szövegeket, amiket éneknek egy ilyen, ezek elég deprimáltak tudnak lenni néha. Én azt gondolom, hogy a zene az sok esetben segít a szenvedésem, most a kérdésem válaszolva. És például én elég sok kifejezetten nagyon szomorú zenét hallgatok, amikor a feldolgozásaimat is választom, akkor is általában elég szomorú számokat szoktam választani. Hallgatok egyébként vidám zenéket is, de amikor az ember egy kicsit ment van, akkor szerintem nagyon tudnak ezek a zenék segíteni. És a felső tízer kapcsán ezt sokan mondták is, hogy sokat segít nekik azt, hogy hallgatták, és akkor kicsit jobb kedvük lett. Én nekem egyedül a Joy Division olyan, amitől még rosszabb kedvem lesz. Nagyon szeretem a Joy Division, de hogy az tényleg leránt a mélybe. De általában nem tudom, hogy hölgyvettök vele, de nekem a szomorú zenéktől azért inkább jobb kedvem szokott lenni. És szerintem ebből a szempontból a zenét hallgatni egy nagyszerű dolog. Másik meg az, hogy ha például felfedezek egy olyan előadót, akit korábban nem ismertem, és nagyon szomorú zenét játszok, akkor is nagyon boldog vagyok, mert örülök, hogy végre megint találtam valakit, aki nagyon tetszik. Laci, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és valami jó zenélést kívánunk. Köszönöm. Még csak annyi közérdekű info, hogy ahogy a mostani Horvi könyvet is megnyerte közületek elvileg valaki, ugye az összes könyvet meg lehet nyerni 2 hetente, ehhez csak kövessétek ez a 38, vagy pedig a Booklánynak a Facebook vagy az Instagram oldalát, iratkozzatok fel a hírlevelekre, és vegyetek részt az ingyenes nyereményjátékokon. És a kövi könyv egyébként David Foster Wallace-nak a Végtelen tréfája, amit egyébként Szabó Benedekkel dumálom majd meg 2 hét múlva. További jó zenélést! Köszönöm mindent!